Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szív üzenet, ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 4000 forint, asztrológiával kiegészítve, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat, asztrológiával kiegészítve a díjam 10 000 forint. És most megnézzük az ő jelenlegi helyzetét, erre utal itt ez a kártya. Ő itt a király. Elfoglalja a helyét az életben, hiszen trónol valahol. Ez lehet a hivatása, ez azt is jelentheti, hogy megkapja az elismerést másoktól, vagy szeretné elfoglalni a helyét a te szívedben. Itt a víz eleméről van szó, ami jelenti az érzelmeket, tehát mint egy király uralkodik az érzelmek felett. Itt megjelensz a képen, mint ez a hölgy, megjelensz az álmaiban, a vágyaiban, hiszen megvannak az érzelmek. Itt a ruhád olyan, mint egy szikla, tehát itt vannak még azért korlátozások, vagy fél attól, hogy elutasítod őt. De mégis megvan a remény erre a párkapcsolatra, hiszen itt a vitorlás hajó, és a kezedben is ez a vitorlás hajó, az jelenti a reményeket, hiszen ezt szimbolizálja. Mit szeretne közölni veled? Itt van a nap szimbóluma. Tehát láthatóvá akar tenni valamit. De itt van a szemed előtt ez a madár, és ő úgy gondolja, hogy te nem figyelsz oda rá, vagy nem veszed őt észre, és ezt szeretné veled tisztázni. Azt akarja, hogy nyisd ki a szemedet. Legyen meg ez a vonzalom kettőtök között, és légy ennek tudatában. Az ő érzelmeire itt ez a kártya utal, a kelyhek jelentik a víz elemét, tehát jelentik az érzelmeket, holott itt a felhők vannak, ami utal az ő álmaira, a vágyaira, a reményeire, ugyanúgy, mint a hetes szám, hiszen a hetes szám szimbolizálja a hold energiáját, és a hold az jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket, mély érzelmeket, és a csillagok itt szerencsét hoznak. Mit közöl veled? Erre utal itt ez a kártya. Ez a rózsa szimbolizálja a szerelmet, de itt vannak a tövisek. Az jelenti a fájdalmas emlékeket. És ezek a korlátozások nála, amire a 9-es szám is itt utal, hiszen ez a 9-es szám olyan, mint egy kerítés, eddig eljut, de úgy érzi, nem megy tovább. Tehát megvan a vonzalom, megvan a közeledés, de nem meri nyíltan kimondani, hogy mit akar. Nem beszél érzelmekről, mert fél attól, hogy újra meglesznek itt a tövisek, ezek a fájdalmak, a fájdalmas emlékek. Mi az, amit közölni akar veled, de nem meri kimondani? Itt látható az ő lépése, a tűz eleme, a lelkesedés, a bátorság, a testi kapcsolat, és így közeledik hozzád, így szeretne közeledni hozzád, meg akar érinteni téged, de nem mer, mert nem meri ezt kimondani. És ezek itt a korlátozások. Ez olyan, mint egy kerítés, eddig eljut, de nem megy tovább. Át kellene másznia ezen a kerítésen, és kimutatni az érzelmeit, kimondani nyíltan, hogy mit akar. Hogy lát téged? Itt a hold energiája látható. Itt vannak anyai érzelmek,
vagy hogy gondoskodsz mindenről, mindenkiről, a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket, és lehet, hogy álmodik, vagy álmodozik rólad. A hold jelenti a mély érzelmeket, és gyakran egy ilyen lelki kapcsolatot kettőtök között. És mi az, ami összefűz benneteket? Itt újra a kejhek vannak, ami utal a víz elemére, tehát az érzelmekre, mély érzelmek kötnek össze benneteket. Itt a hatos szám és a képen, itt a gyermekek jelentik a múltat, az emlékeket, gyakran gyermekkori emlékeket is. Itt van egy kis nosztalgia köztetek, mély érzelmekkel. Itt vannak álmok, vágyak és remények. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!